Szeptember 28-án különleges vendégeket köszönhetett Dunaharaszti. Ellátogatott városunkba az indiai nagykövet és felesége. Rahul Csabra és Kavita Csabra, az utazás során dr. Szalai László polgármester és a városvezetés több tagjának kíséretében megismerkedtek Dunaharasztival. A Laffert kúriából egy rövid séta során ellátogattak a polgármesteri hivatalba. Very cozy and very nice. It's okay. Yeah, it's nice. Okay. And you have a window overlook. That's the street we were walking. It's the main street. Yes. Main street we were walking on. Okay. Yeah. So how old is this building? I don't know exactly. 400 years old or three? Three, four. In the 70s. So the same as the other. And it belonged to the same family. Oh yes, you were mentioning the Laffert family to the same family. I see. Dunaharaszti has a twin town in Germany. In Germany also? Okay. Yes. I see. Okay. And this one also? Yes, yes. It's next to Nuremberg. Megtekintették a helytörténeti emléktár állandó kiállítását, a Baktai Ervin Indián Múzeumot, ahol elmélyülhettek az indián kultúrában, Baktai Ervin életútjában, munkásságában, és felfedezhettek fotókat, tudhattak meg újabb információkat Amrita Shelgirről, a szintén dunaharaszti kötődésű, magyar származású indiai festőnőről. Visszatérve a Laffert kúriába, vendégfogadással várták a nagykövetet és feleségét, valamint köszöntő ajándékok átadására került sor. Thank you so much. Pleasure seeing you. Thank you so much. It's such a pleasure. Such a pleasure seeing you. Thank you. Thank you. Lehel Endre alpolgármester a nagykövet felesége számára a Dunaharaszti Művészeti Egyesület tagja által készített egyik ősi jelképünket, a turulmadarat ábrázoló selyem festményt, valamint városunkról szóló könyveket nyújtott át. A fogadást követően egy indiai-magyar-francia koprodukcióban készült darab bemutatására került sor, amelyet magazin műsorunkban láthatnak. A darab Amrita Shelgir és Boris kapcsolatának jeleneteit dolgozza fel. Rendezője a magyar Ladik Kati költő, szerzői a velszi Robert Wine Jones és az indiai Navjot Randhava, aki egyben főszereplője az egyszemélyes előadásnak. A premierre Franciaországban került sor 2016. február 6-án, Indiában ugyanazon év decemberében láthatta a közönség turné keretében több nagyvárosban. My dear Amrita, today, the 13th of December 1944, is my first day at Buchenwald concentration camp. It is strange. I'm surrounded by jackbooted Nazi pigs, but I don't feel hopeless. It feels like I'm in the Middle Ages, and as if I'm caught up in a freak show. I'm not afraid, because you rooted me in freedom. Freedom of the spirit that no one can take away from us. The freedom to think, to be free inside, to be free even when trapped inside these man-made walls.
It is this freedom that will help me see through the horror to the humanity, the beauty and the comedy, to appreciate the insanity that goes on in here. It will help me to sustain my artistic self. I miss you, immortal. Boris. When I was a little girl in Budapest, I used to imagine a world without any doors, locks, keys, and barriers. I used to often ask my mother, "Mama, how can you be sure that the person for whom you open the door and who takes your permission to come inside will not walk out one day without even telling you?" Excellenciás uram, Amrita Sergét Magyarországon kevésbé ismerik, Indiában viszont a 20. század egyik legnagyobb modern festőjeként tartják számon. Ha az indiaiak meghallják a nevét, akkor mire gondolnak elsőként vajon? You know, the first time many of us here, legelőször is azt szeretném mondani, hogy van egy út Delhiben, ami róla van elnevezve, tehát természetesen ez. Az Amrita Sergil Margon, ezen az úton vannak a legnagyobb cégek, a leggazdagabb környéken van ez az út. Tehát ennek kapcsán egyébként ők ismerik, tehát tudják, hogy mihez kapcsolódik Amrita Sergil neve, viszont először ez az Amrita Sergil Margi jut eszükbe. Indiaként hogyan látja, Amrita munkásságára hogyan hatott a két világ, Magyarország és India, és ez hogyan látszik meg a munkásságában? It obviously naturally affected her because her mother was Hungarian. Természetesen tudjuk, hogy Amrita édesanyja magyar volt, és így ennek kapcsán ugye akkoriban az olasz és a francia festészet volt a legnépszerűbb. Elég nyilvánvalóan látszik a magyar hatás a munkáiban, például van az a híres festménye a piacról, a téli jelenet, de egyébként igen, ő indiai hatásokkal is, de az európa is látszik Amrita munkáiban. Bakta Ervin, ugyebár ő az ő rokona volt, vajon ő mennyire hatott az ő munkásságára? Indiában mennyire ismerik Bakta Ervin, tudják-e, hogy ő kicsoda? Among the literary circles and the art circles and that sort of world, he's well known. Az irodalmi és művészeti körökben természetesen ismerik Baktait, de ezeken a körökön kívül egyébként ő nem annyira ismert Indiában, habár van a Magyar Kulturális Központ Delhiben, akik próbálják promotálni, megismertetni, viszont India egy nagy ország, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy annyira egyébként őt még nem ismerik. Hogy tetszett neki az előadás, mit gondol róla? Nagyon erőteljes és megmozgató előadás volt. Természetesen Amrita életének egyes mozzanatait ismerem, de ezt a részt, amit most láttunk, a Boris és Amrita kapcsolatot, ezt még én sem láttam, erről nem tudtam eddig. Mi vezérelte arra, hogy megrendezze és szerepeljen is ebben a darabban? First, a correction. I have not directed the play. The play has been directed by a Hungarian artist, Katalin Radik. But I have written the play, yes. This story came to me in one of life. Először egy kis korrekció, hogy én rendezést nem rendeztem, hanem Ladik Katalin magyar írónő rendezte. Én írtam a darabot, illetve játszom benne. És nagyon misztikus úton módon kerültem a közelébe. Párizsba küldtek, hogy kutassam Amrita Sergil életét, és ott találkoztam valakivel, aki ezt a Boris vonalat ismerte, kutatta, és ő mutatta meg nekem azt az oldalát Amrita életének, amit elég kevesen ismernek egyébként, és úgy éreztem, hogy fontos hangsúlyozni ezt is, hiszen ugyanez a sötétebbik része története Amrita életének, de ugyanúgy része is fontos, hogy megmutassuk. Miért tartotta fontosnak, hogy elhozza Magyarországra is a darabot, és mit gondol, mennyire ismerik itthon a történetét? I think Amrita is definitely lesser well known in Europe than in India. In India she's a legend, she's a myth really. But in Europe, especially in France, where I'm half based, I realize that people don't know about her, even though she led one of her most important phases of life in Paris.
Európában kevésbé ismert Amrita Sergei, mint Indiában. Ott itt inkább egy ilyen legendaként él azoknak a fejében, akik egyáltalán hallottak róla. És azt vettem észre, én félig Párizsban vagyok egyébként, élek, de azt vettem észre, hogy ott is nem tudnak róla, pedig a jelentős életszakaszait töltötte ő Franciaországban. És a második kérdés, első kérdése válaszolva, elhatároztam, hogy elviszem ezt a történetet azokra a helyekre, ahol Amrita élt. Így például az indiai követségen bemutattam már Budapesten, most itt vagyok Dunaharasztiba, holnap megyek Zebegénybe, ahol ő például a vakációit töltött a gyerekkorában. És ő maga hogy érzi magát itt Magyarországon, is járt már korábban itt? Well, this is my fifth time in Hungary now, so I think it shows that I really love this country, which is why I keep coming back, I guess. I've had such amazingly surprising surprise experiences here. Igen, tehát ötödször vagyok Magyarországon, ez azt is mutatja, hogy szeretem az országot, igen. Több ponton is kapcsolódom hozzá, hiszen az édesapám a 80-as években itt tanult tudományos ösztöndíjjal Szegeden. Tehát nem csak Budapest, hanem így Szeged, illetve azok a helyek, ő is inspirált engem, és egyébként is a szabad szellemet érzem itt, és találkoztam olyan különleges emberekkel, akikkel így érdemes tartani a kapcsolatot. People. A napzárásaként Rahul Csabra és felesége tiszteletüket tették a Baktai téren, ahol megkoszorúzták városunk szülötte, Baktai Ervin, az ismert india kutató szobrát.